Erősebb? Persze, srácok. A holó erősebb, a redot pontosabb. Mindenki. Valóban mennyi DPN használt az egeret? Nem csak valóban, de minden a 800-as DPN használom az egeremet. Egy ember jön ide. Melyik házat választja? Most ezt nem tudom, talán ő is a balt. Nem, jobbot. Bejött a kis szobába. Nem mondom, hogy rajtam múlt. Ez nem mondom, hogy rajtam múlt. Mi egy ügyes játékos volt? Egy pro player volt? Nem vágom. Nem találkoztam még a nevével. Jó tudni. Minden nagyobb versenyen ott van, hát én is. Csak én mint közvetítő, kommentátor. Én meg gondolom, mint player. Nézzük csak meg még egyszer a nevét. Ki voltál? Hát... Nem. Nem hallottunk még róla. Jó szegénynek. Nem volt szerintem sapi akkora shotgun headit kapott, vagy csak na. Szerencsés volt ez a shotgun lövésem, de hát ez ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. De jól csinálhattam, mert amúgy megtartotta a távolságot. Hallotta, hogy ugye shotim van. Nagyon jól csinálta. Te ne lövöldözzét nekem, mert ledoblak. Na. 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 Hát, ha nem, hát nem. Hát hogy lehet, hogy ezt nem oda dobja, ahová mutatja a célzókat? Hello? Hogy találkoztunk a tetőn, vicces vagy. Kár, hogy nem voltam mom lelőni. Örülök neked, csak nincsen ammóm. Haver. Még csatázzunk, hogy nincs ammóm. Koki! Te koki. Közben Heavenly, nagyon szépen köszi a 10. hónapot, köszi szépen.
Szia, 10. hónapot. Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Köszönjük, hogy már 10 hónapja itt vagy. Nagyon sokat jelent ez nekem. Hozott nekem a mód, ez pontosan így van. Ez pontosan így van, ugye ott is van még egy hullánk valahol. A takerítésnél. És meg ez így szét akarok nézni, hogy biztosan ne legyenek itt. Jönni már nem PUBG-zik, srácok, nem hiszem, hogy lesz vele PUBG stream. Valahogy nekem a PUBG végig mint játék komplett kimaradt. Tényleg? Ez kemény. Itt elkezdtem komolyabban is követni a gaming világot, azóta inkább COD streameket, meg kíváncsi vagy Ségó Valorant nézegetek, szerintem ennek a grafik az oka. Egyszerűen azok a játékok, mintha jobban néznek ki. Hát ez amúgy így van. A PUBG az nem néz ki jól. Mert a PUBG egy rosszul optimalizált játék, ezért nincs olyan ember, aki ne így játszaná ilyen grafikával. Tehát tök mindegy, hogy milyen géped van, így játszod. Most felrakhatom neked amúgy ultrára, csak hogy megnézd, hogy ultra grafika milyen néz ki másképpen. Hát... egy picit más lesz amúgy, de hát nem mondanám, hogy itt sokkal jobb. Hát igazából, hát nem lett szebb, maradjunk, hogy nem lett szebb. És... az a baj ezzel a játékkal, hogy ez egy nem szép játék, és így nagyon elveszi az FPS-edet. Tehát lehet érezni rajta, hogy sok FPS-t megzabál, és ha bemész egy olyan városba, ami mit tudom én, egy ilyen jasnai, ahol sok ház van, akkor ott nagyon érződik, hogy ilyen 80 FPS-re leesik, tehát nagyon rosszul optimalizált játék ez a PUBG, ezért játssz ezt igazából mindenki Verilog grafikán, mert hát nincs értelme high-on futtatni. PUBG-re van valami komolyabb ráncfelvarrás? Hát az a baj, hogy ez a komolyabb ráncfelvarrás a PUBG-re, mert ennél is csúnyább volt. Hát ez már a ráncfelvart állapot. És ez most bármilyen is azt mondja, hogy poén ez, hát nem poén sajnos, hanem ez már tényleg ez a ráncfelvart verzió már. Tehát így ennyi. Hát amúgy szebben néz ki, de... de az ősimítás jobb lett, ja. Tehát más, viszont ott van egy buggy. Ja, meg hát... még egy dolgot mindjárt mutatok neked, ha már ennyire a szépségről beszélünk, hogy tényleg mutassam az igazi szépségét, mert ez még nem az igazi szépsége, tehát az egy dolog, hogy mindenki Verilog grafikán játsza, de ráadásul még kisebb felbontásra is levesszük, pont azért, hogy még több FPS-ünk legyen. Alapból amúgy Full HD-n így néz ki, ezt meg tudom mutatni, tehát amúgy így szerintem annyira nem vészes, ha most így megnézed, ez amúgy egész jó. Csak, hát igazából mondhatni, Ctrl-C, Ctrl-V házak vannak, tehát van 10-féle sablonház, és akkor mindegyik úgy néz ki. Tehát amúgy így annyira, ha megnézed, amúgy csúnyának, mert nem mondanám, hogy annyira csúnya lenne. Egész részletesek a füvek, vagy mit tudom én, a kék, a házak, ennek a mozgása. De ezt jelentek, hogy nem a szépségiért játsza szerintem senki, hanem azért, mert lootol, öl, élvezi, izgul. És most így, mit tudom én, lehet, hogy 230 FPS-em is lenne 1728-as felbontással. Tehát ugye, passz. Tehát én kisebb felbontáson játszom Verilog grafikán, vagy Low grafikán, pedig az az egyik legjobb gépem van, amit lehet venni a piacon. FPS játékban, FPS szám, mindenek. Tehát most ez a két mikrolag amúgy nem tudom mi volt. De mindegy, most ezt a gémet lenyomom így. Full HD, meg Ultra grafikán, megnézzük, hogy mit tudunk így ebből kihozni. Jaj. Ott volt a másik csávó. Na Mizu, mit akarsz itt? Kempingelünk?
Most több gránátom. Nem merek nagyon kimenni rá. Nekem nem kell kimenjek rá, ha én ügyes, hogy kijön rá. Viszont ott arra vannak még a túloldalt. Egyébként a lóban nem csúnya. Ja, tehát így azért más a játék, csak tényleg így. Ezt még lehetne tényleg ugye két kába is játszani. Tehát amúgy egészen részletes a játék, csak... Valaki lövöldözik még. Hogy van a kör? Hát nagyon messzi van a kör, akkor én miért akarnám őket megvárni? Nem akarom őket megvárni. Ez van hármas kebó, és akkor hetes ammó SLR. Nagyon jó, akkor ötös ammó ki, hetes ammó be. Valakik lövöldöztek SLR-re, hát mindegy. Nem foglalkozunk velük, megyünk inkább befele. Tehát igen, kitkán is lehet játszani a játékot, egész szép lesz a játék úgy vele, csak ezt a játékot nem a szépségért játsszák az emberek. A Gunplay még mindig a legjobb a piacon? Amúgy szerintem is, tehát PUBG-ban megtartani egy fegyvert a legnehezebb, ami bármelyik más játékban sokkal könnyebb fegyvereket letartani. A kodban az a lézer, ott kb. Semmit nem kell húzni. A Valorantnak a bandája is... Hé, hát ez egész jól lő ez a gyerek. Ki ez a superstar? Nézzük, prefer. Nem néz ki. CX-non. 1728, mekkora a felbontás? 18-on. Tehát az első irodát. Ha még elfekszel, kajak. Elfekszel, kajak. Azt hiszed, el tudsz feküdni? Na, hova lett? Bújócska. A bújócska. Na, ott van mi. Látszik, hogy kapni kapják így is végül is. Aha, amúgy igen, hangos a gép, ez zoom, mint a fene. Hát ja, dolgozik ez a dolga. Mert hát, ja, eszi a gépet, igen, sajnos. Hát ja, a zúgás az azért van, mert gondolom pörög ezerrel benne a craft. Jó, akkor azt a az szükségünk lesz. Még nem tudtam bizonyítani, hogy plusz 10 skill az egérpad, de lassan kinyomom az Office PC-t most már. Hajrá, Axton, mindenképp! Olyan pro leszel, bármik játékot elindítod, sú! Pörögni fog ezzel rám. Let's go! Tehát nézzük, milyen részletes a izé, a műszerfal, pörög a ventilátor. Hát amúgy itt tök szép. Szia, Regeria. Regeri, Haliali. Nézzük, elütöd. Milyen szép elütések vannak benne, ne viccelj. Hát ilyen szép, nem lenne Verilo grafikán. Custom felbontással. Hát így azért, ja. Jaj. Maker ugyanígy tudtam el tegnap egy tagot. Tegnap? Nice. Még az MS Juventus nem éppen a legcsendesebb 20 nyújtszant ilyen. Hát ez konkrétan nem a legcsendesebb, de ellentétben ez a legkisebb 20 nyújtszant ilyen, mert ezt még a régi gépemhez vettem, az Alienware Aurora R7
R7 vagy R8, vagy már nem is tudom mi volt annak a gépnek a neve. És oda az volt a cél, hogy a lehető legkisebb 28 centiát vegyem, hogy beleférjen a gépembe. PUBG Lite-ra mi a véleményed? Hát az... PUBG Lite az... akkor tökéletes, hogyha... Hogyha... nincs elég erős géped, de PUBG-n szeretne... akkor simán jó. De úgy, hogyha van egy jó géped, akkor nem kell PUBG Lite-ozni. Nem, teljesen jó a PUBG Lite, nincs az semmi baj. Mi kell ebből? Egyszer ez, egyszer az, az nem, legjobb tár, igen, kompi van, igen. Meg sok ammó, hát akkor meg vagyunk, jó. Ja, saján végig menjek, hát ha itt most nem halok meg, akkor soha nem fogok meghalni, jóló. Kapaszkodjatok. Kapaszkodjatok, mert ez itt... ez itt necces. Ha ezt túlélem, akkor jó vagyok. Jaj! Nem neki mentünk ott a betonoszlopnak. Vízről le fog szűkülni, tehát hát nem tudom, ez lesz itt a kör vége szerintem. Annyi volt, pont ki is fogy a benya. Itt meg gyorsan, köszönöm. Nem nagyon nézek senkit, aki PUBG-zik egy idő Blight. Köszönöm szépen. Mindegy, berobbanunk oda. Nem nézzük, hogy kik vannak ott, aztán megnézzük, hogy tudjuk-e gyújtani őket. Talán, mint a sniperrel pont onnan lőttek volna amúgy. Csak az, hogy hangos az zúgás, nem tudom ezt most pontosan megmondani. Ugye, megyünk egy kört. Lehet valaki tud egy kérdésed? Lehet, tőlem is robbi akár kettő is. Na. Hány giga az a játék? Na, ez egy jó kérdés, csak erre nem tudom a pontos választ fejből. Inkább nem is válaszolok, de... a Steamen meg tudod nézni, kérlek szépen. Ez elég gyanúsat, nem? Huszonegy giga lenne a PUBG? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mennyi. Valakinek pedig kéne, hogy legyen, nem? 30 giga a PUBG? Mi ez a baba? Hát ez egy ilyen kis baba. Részletes baba. Zöld szemű baba. Gépigény 30 gigát ír. Mi a vélemény a 15-10 és a 4-3 szétutott képarányra? Hát mindenki a baját, hanem amit szeret. Mindig teljesen jó, meg mindegyik vállalható amúgy. Janó, eleinte, amikor bejött a játék játszató volt, viszont ahogy telt múlt időjétek frissített, és egyre rosszabb volt a játék, mert egy Vagilovni szaggatott, pedig 1063 gigát
Kéne, hogy vigye lag nélkül? Hát igen, a PUBG az elég sokat változott. Dombom vannak. Hát a Venti tuti dolgozik most. El van véve minden. Ezt az egy gémet így lenyomjuk. Sorry, ha nagyon hangosan zúg. Hát ott van valahol, de hát most a fától nem lőhetem el. Ez hogy lehet, hogy oda dobtam be abba a szobába a gránátot, de... nem robbant ki az ajtó. Tehát hova tudtam úgy dobni a gránátot, hogy ide? De az ajtó nem robban be. Hát, hogy már pont nem vagyok benne a körbe, akkor nem felfele szűkült, hanem lefele. Hát akkor ide ki fogunk kimenni a szélére. Viszont akkor már csak belenézünk a dropba is. Lecsinem kell belenézzünk a dropba, megtaláltuk a spanunkat. Kár, hogy nem lőttem el. Ott volt. Valami sniperre van. Pedig jövő bent a jó poziba. Akkor bentem megyünk. Itt jobbra is van, fent ott balra is van. Akkor bentebb jövünk, ott van a drop, azt ő szedte ki. Itt jobbra vannak fölöttem. Kell. Jó. Zavaró a folyamatos sistergés. Hát srácok, a gépem ilyen hangos, ezzel nem mondom. Tudok mit csinálni. Visszaveszem a grafikát, aztán jól lesz, de ezt a meccset már végig nyomom így, sorry. What? Ott van egy ember? Egész jól lövök, nem? Ezt se talált, talán?
Itt pedig előttem. Jaj, de ügyes kis barát. Jaj. Gigi. Na hát, srácok, ultra grafika, full HD, minden is pörög. Ez egész jó meccs volt, 13 kill, full graf, ez jó volt. Hát ez amúgy a hajós, az jól túlélt a második érre, úgyhogy mondhatni semmit nem csinált relatív. Gigi. Sziasztok az valami mindenkinek. Látszik, hogy bajnok? Bárcsak bajnok lennék, srácok, azért. Nem a mulóban halt meg, mert nem tudom, hogy melyik. Bár se az első, se a második, se hagyta végén a harmadik, egy is a mulóban halt meg. A hajóba kimászott és fejbe lőttem. Miért nem vagy nyújtott képben? Mert most éppen bemutattuk, hogy milyen a PUBG Ultra grafikával. Szervusz, kérlek, kedvéért. Nyomtunk egy ilyen csirkevacsit így ezzel a beállítások, és akkor visszatérünk a szokásos beállításhoz, és akkor ezt a gépem is már valószínűleg jobban fogja bírni. Így kb. Már lehet, hogy szerintem nem is halljátok, ennyit számít, hogy milyen felbontásban nyomod, és hogy hogy nyomod. Ja, ezután is köszi, és bocsi, akit zavart a sistergés. Nem zavart senkit, jó volt, ez így belefért bőven. Belefért szerintem bőven. Két helmet, úszni nem akarok. AR kill, hát tegyük fel. Mert szerinted van egy kis Micsa? Szerinted van egy kis PUBG a vineidben? Igen. Hát van egy pár vinem, vagy egy pár killem. Nem tudom, szeretem amúgy ezt a játékot.